Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. Hát ennek a képnek a neve Mystery, vagy valami ilyesmi, mindegy. Nagyon misztikus. Na most nyitunk egy 900x600-as üres lapot, és a színeket, azokat feltöltöttem a mappába, hozzáadjátok az egyéni színekhez, amit én már megtettem. És akkor kezdjük el. Szűrők. Muramester Claude. Ide beállítjuk a színeket, tehát előszín és a hátszín. Oké. Szűrők elmosás, Gauss elmosás 50. Na most behozzuk a mappából ezt a csajt, Cibi Pizsu vagy nem tudom, hogy mi, kimásoljuk, ide beillesszük. És a kézi beállításokkal 0-0-ra tesszük a kézit, a szélesség az 900, és a magasságot pedig 600-ra állítjuk. Oké. Egyesítjük az előző réteggel. Szűrők, simple, quick tile, apply, szűrők, elmosás, körkörös elmosás, egyszer. Oké. Na most szűrök, bemenjünk a Filter Unlimitedbe. Innen pedig a VM Stilize Zoom Blur, és a következő beállítással 1760. Apply. Szűrök, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. És szűrők, elmosás, művészi elmosás. Na most a következőkben, hát ezt kicsire teszem, behozunk egy réteg új üreset, és kitöltjük a hátszínnel. A mappában megtaláltok ezt a maszkot, arra vigyázzatok, hogy fekete alapon legyen. Oké. Szűrők, textúra, homokkör, és szűrők, élesítés, élesítés. Na most a beállításokkal, vagyis a kézi beállításokkal tesszük 0-0, szélesség 450, és a magasság 300, oké. Ezt a réteget megkettőzzük. A vízszintes tükrözéssel átdobjuk, és a kézi beállításoknál lesz 0-450, és marad a 450-300, rosszul. Tehát kézi beállítások, 450-0, és 450-300 az marad, oké. Most a két réteget egyesítjük. Ezt elforgatjuk 90 fokkal. Újra rámenjünk a kézi beállításokra. 0-0 marad. Az arányok megtartásánál a pipát kiveszem. A magasság lesz 600, és a szélesség marad 300, és oké. Na most szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítem, és a beállításokkal pedig adjunk neki egy árnyékot, hát legyen 1-1, hát lehet 50, és a sugarat is rakjuk 1-re, oké, és árnyék egyesítés. Szűrők, domborítás, domborítjuk. Hát, elmenne a mérsékkel. Még egyszer, szűrők, domborítás, mérsékkel, domborítással csak. Ezt a réteget újra megkettőzöm. A vízszintes tükrözéssel átdobom. Áthúzom a másik oldalra. És itt kézi beállítások. Hát így nem megy nekem, hanem réteg,
középréteg, függőlegesen középre, és akkor beáll középre. Na most ezt a kettőt egyesítjük. A mappába megtaláljátok majd ezt a díszt, ezt kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, és megfogjuk, elhelyezzük. Hát mindegy melyik oldalra. Így. Réteg, közép réteg, függőlegesen középre. Na most ezt megkettőzzük, és áttesszük a másik oldalra. És itt is réteg, közép réteg, függőlegesen középre. Most a két réteget egyesítjük. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Hát adhatunk neki a beállításokkal egy árnyékot. Legyen 5-5, 50%, és a sugarat be tegyük 25-re. Oké, okay, és árnyék egyesítés. Na most a következőkben, tehát a díszünk se kell már, a mappában találtok ezt a karine hátterét, kimásoljuk, ide beillesszük új, ez nem tudom, hogy ott. Tehát kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, és levisszük egész, tehát legyen a második, a háttér után az első. Na most kézi beállítások. 0-0, 900 a szélessége, és a magassága pedig 600 lesz. És leokéztem. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Szűrők, domborítás, domborítjuk, és az átlátsztalanságot pedig tegyük 70%-ra. Hát azt hiszem elmegy 60 is. 60, jó lesz a 60, mert nem ez a fontos nekünk, hanem a díszeink. Na most visszalépünk a maszkos rétegünkre, szűrők, élesítjük, még egyszer mikrokontraszt 12-vel, és szűrők, domborítjuk, mérsékelt domborítással egyszer. Réteg, egyesít minden réteggel. Kép külső keret, adjunk neki egy pixelt a hátszínnel. Kép külső keret, egy pixel, de most az előszínnel. Kép külső keret, 50 pixel a hátszínnel. Oké. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás. 50. Kijelölés, inverz kijelölés. Szűrők, újra a Móra Meister Klút, újra betesszük a színeinket, előszín, hátszín. Oké. Szűrők, elmosás, Gauss elmosás 50. Szűrők, elmosás, körkörös elmosás egyszer. 12 pixel. Na most bemenjünk a szűrők, a Filter Unlimitedbe. Innen pedig az italián, csak kapjam meg, italián editor effekt, picture in picture, a racionál nullára tesszük. Tehát lesz 186, 0,
és apli. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 50, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel, a külsőnél marad a pipa, oké. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 25, oké. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel, de kivesszük a pipát. Leokéztuk. Kijelölés, invers kijelölés, szűrők, textúra, merített papír egyszer, és most szűrők, művészi, szort festék egyszer, 30, hát jó lesz a 30 is, azt hiszem. Megnézzük lejjebb, de szerintem a 30 az nagyon jó lesz, tehát 30 pixel. Oké. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Kijelölés, elrejtése. Tehát ez a fraktálképünk sem kell. Most visszahozzuk a csajunkat, ezt kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, és elhelyezzük alulra, és a kézi, vagyis a réteg méretezéssel az arányoknál a pipát kivesszük, akkorára méretezzük mi majdnem mind a képünk, tehát így jó lesz. Na most rögzítés. Réteg, középréteg, viszintesen középre. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, és a beállításokkal pedig árnyékoljuk 5, 5, 50, és 25-ös sugár, oké, árnyék egyesítés, és újra beállítások árnyékolás, de most mínusz 5, és mínusz 5 lesz. Oké, és árnyék egyesítés. Réteg egyesít minden réteggel. A képet méretezzük 800 pixelre. Így. Ráhelyezzük a szignónkat. És köszönöm, hogy meghallgattatok, mindenkinek kellemes hétvégét és jó munkát kívánok a szerkesztéseitekhez. Sziasztok!